az Özans pincérnőivel állunk szóba. Özans. Hogy ejtik pontosan? Úgy ejtik, hogy Özans. És szerinted miért járnak ide az emberek? Azért, mert nagyon jó a hangulat, nagyon jó a személyzet. De főleg a személyzet. Az főleg. Én pincérnők. Miért kaptam ingyen magyarót? Ezért már jár a sörhöz. Ha bort vettél volna, akkor olajbogyót kaptál volna. És a kólát? Akkor a poharat. Ha igényelsz citromot, sőt szívószálat is. Sör után az angyalok WC-be vagyunk, és egy nagyon érdekes dolog, amit itt meg lehet tekinteni, itt az angyalnak van fütyije. Ez volt az angyalok, harmadik sör után vagyok. Remélem, hogy a maszol.ról olvasói nem fogják megnézni, meglátni, hogy mit ebédeltem. Akkor most következik a mondóka. Mit sütsz, kis szűcs? Egy picike pocok, pockon pöckölt, egy picike pockot, mire a pockon pöckölt, picike pocok, pockon pöckölt, a picike pockot. Ez nagyon, nagyon megy nekem ez a mondóka. Akkor következzen az új krajcár, ami a régi krajcár alá nyílt.